szeretettel köszöntöm valamennyiüket, akik nem ismernek egy pár szóval. Tessék itt hagyni, hogyha jönnek, ne gondolják azt, hogy már nem lehet. Úgy hívnak, hogy Szabó György, Miskolcon születtem 28 április 15-én. Jövőre leszek 84 éves, semmi baj nincs. Gyuri bácsi, próbálja meg egy picit hangosabban, ha lehet. Amennyire... Hátra, hogy jöjjenek közelebb, mert... Jó, jöjjön mindenki közelebb, igen. Én is itt próbálok a mikrofon miatt, nincs külön mikrofon. Túl hangosan nem tudok beszélni, mert kiabálni azért nem akar. A nagyanyám volt, Sajó Kozinsznak a javasasszonya, 6 éves koromtól kezdett el engem tanítani, 14 éves koromig tanított arra, amit ő tudott, az úgynevezett népi gyógyítás. Aztán az előző rendszerben erről nem lehetett beszélni, majd elmentem nyugdíjba, és utána már lehetőség nyílt, mert az egészségügyi világszervezet 79-es kongresszusán a népi gyógyítás hátrányos megkülönböztetését semmisnek jelentette ki. Azóta több kongresszuson javasolják az orvosoknak, a tudósoknak, a kormányoknak, hogy tessék a népi gyógyításban lévő tudást újból alkalmazni, tanítani az orvosegyetemeken, és alkalmazni és kutatni. Hál' Istennek itt is van, nekünk pedig azt javasolták, hogy vizsgázzunk le, én levizsgáztam, úgyhogy fitoterapeuta vizsgát végeztem az egészségügyi továbbképző intézetnél. Hál' Istennek van haladás, mert a Pécsi Orvostudományi Egyetemen jövőre egy kínai professzor fogja a kínai népi gyógyítást tanítani, mert hát nálunk Magyarországon sajnos, akik így az ősök örökölték, nagyon kevesen vagyunk. Én engem nem is kértek fel, de a felkérnél se vállalnám. Nincs nekem arra időm. Hozzanak, Erdélybe vannak még népi kutatók, népi gyógyítók, akik ismerik ugyanúgy, mint ahogy én, és hozzanak onnan embereket erre. Mit tud a nép? Mindent. Annyira mindent, hogy képzeljék el, hogy az őseink, a tátosok agyat műtöttek. Én láttam olyan koponyát 92-ben Szentendrén, ahol a magyar népi gyógyításról volt. Ne tessék behúzni, hadd jöjjenek be. Tessék előbbre ülni. Amely négyszög alakban ki volt vágva, a koponya, a csonton lehetett látni, hogy be van forva, és alá volt írva, hogy ez az ember még 12 évig élt utána. A szerencsém volt, a terem felügyelője régész volt, és megkérdeztem tőle, hogy kik csinálták. Azt mondja, a magyar tátosok ugyanúgy tudtak agyat műteni, mint az egyiptomi papok, azok csinálták, tanulták, és a magyar népi gyógyításban ennek a tudásnak 68 ilyen lelete van Magyarországon, ilyen koponya, amelyik meg van lékelve. A szegény embernek állati csontot, a gazdag embernek aranylemezt tettek rá, visszavartak. De vannak írásos leletek is, hogy a népi gyógyítás, mint a Fehér Mátyás Jenőnek van egy könyve, amely arról szól, hogy a középkori magyar inkvizíció. Ez a Hasai Kódexből írta ki, vagy szedte ki a dolgokat. Ezen a Hasai Kódexnek az egyik 1266-ból származó ilyen inkvizíciós perre üzeni Margit hercegnő, IV. Bélának a akkori királylánya, aki ugye a Nyulak szigetén apáca, hogy ne bántsák azt a sámán, aki a Szent László füvével gyógyít. A Szent László füvét úgy hívják, hogy Sárga Dárdics. Magyarországon akkor volt, most nincs, mert 1000 méter fölött terem csak a régi Kárpátokban. De van későbbi anyag is, a Mévész Juhász Péter
ő már 575 féle gyógynövényről írja le 1500-as évek vége felé, hogy mire való, hogy kell használni. Tehát ilyen, és azután persze még elég sok minden van. Magyarország volt az egyetlen ország Európában a török időkig, ahol három orvosi egyetem volt. A lengyeleknél volt kettő, a spanyoloknál volt kettő, Magyarországon volt három. A magyarországi orvosi egyetemnek nézett embereket, királyok, főurak alkalmazták házi orvosként, és nagyon sok külföldi egyetemen tanítottak a magyar orvosok, akik akkor végeztek. Majdnem minden kolostor volt. A bencéseknél, Szent Tihanyban 1015, azt hiszem, amikor alapították a bencés kolostor, mai napig is használják a gyógynövényeket, van kertjük és termelik, és vannak készítményeik, amiket a herbárián keresztül árusítanak. Tehát ennyi a régiről, és akkor most pillanatnyilag hogy állunk meg, hogy egyáltalán mivel igazolható. A Pécsi Orvostudományi Egyetem kutatói Gyimesben, a gyimesi székelyeknél és a csángóknál kutatta, hogy a gyimesi székely és csángó mit használ ráknak a megelőzésére és a ráknak a gyógyítására. És utána orvosilag igazolták, hogy ezek működnek. Ezt egy folyóiratban le is közölték, egy orvosi szaklapban, otthon megvan, tudom, hogy nekem itt előadást kell tartani, akkor elhoztam volna. Nagyon meglepő dolgot találtam én is benne, nerrápot gyógyítanak a nőknél szilva lekvárral. Aztán elkezdtem gondolkozni rajta, mert korábbról ismerem, hogy a szilvában rengeteg az antioxidáns. Van egy olyan felmérés a világon, hogy a szilvában, aszalt szilvában 5740 egységnyi antioxidáns van, a következő a mazsolában van, annak a fele sincs, és a következő pedig a földön futó gyalogszeder, úgy hívtuk mi régen, fekete földi gombaszeder. Ez a hivatalos neve, azt hiszem, most tudja belőle, neki ez a szakmája. Tehát ilyen régi a tudás, és hogy most miért van szüksége, mert egyáltalán hol tartanak ma most ezzel a kormányok? És egyáltalán hol tartanék? Mondok szintén érdekes dolgokat, dátum szerint mondom. Tavaly július 23-án 6 óra 40 perckor a Kossuth Rádió bemondója felhívta a berlini tudósítót, és kérdezte tőle, hogy igaz-e, hogy a németek 35%-a nem használ gyógyszer. A berlini tudósító visszaigazolt, hogy valóban igaz, 35%-uk már nem hajlandó gyógyszert használni, de már a németek 50%-a kipróbálta az alternatív gyógymódokat, benne a gyógynövények is természetesen. Nálunk Magyarországon idén október 16-án a Magyar Nemzetben jelent meg egy felmérés, amelyik szerint a magyarok 25%-a már nem használ gyógyszert. A világon, Amerikában a második halálok a gyógyszer mellékhatás, a világon a negyedik, és a világ összes lakosságának a 82%-a nem használja már a gyógyszereket, de ennél a számnál lényeges tudni, hogy Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában eleve sem használták. Tehát ez a három földrész gyakorlatilag azért úgy elgondolkoztatom. Még egy nagyon érdekes dolgot mondok el önöknek. Dávid professzor úr az Echo TV-ben két évvel ezelőtt egy vizsgálatot, amit Amerikában egy orvos professzor végzett kutatócsoportjával együtt, hogy az úgynevezett adalék anyagokat, amelyik az élelmiszereinkben vannak, meddig fogja az emberi szervezet eltűrni. A vizsgálat eredménye az lett, hogy 2300-ra a fehér emberi faj 7%-a marad életben. Tessenek ezen elgondolkodni. Megetetnek bennünket egy csomó szeméttel, amit úgy hívnak, hogy adalékanyag, vegyileg előállított élelmiszernek mondott valami,
de az nem élelmiszer. Nálunk a faluban volt egy olyan kenyér, nem hozzam már Marika, hál' Istennek, kis keret, házi kenyér, egy kilós, kemencében sütött, házilag készített, stb. Evető után 300-os számol. Azt jelenti, hogy 300 adag adalékanyag volt abban a kenyérben. Én olyan kenyeret nem ettem, nem is fogok enni soha életemben. Tessenek házilag otthon sütni. A magyar konyha csodálatos. Egyáltalán azt a régi életformát, amit annak idején a mi népünkért, miért nem alkalmazunk? Azt mondják az idős emberek, hogy idősek, idős a fene. Hát én 83 éves elmúltam, én még tudok fizikailag dolgozni. De teszek érte, hogy ilyen legyek. És ezt fogom most önöknek elmondani, hogy mit kell tenni érte, hogy az egészségünk ilyen állapotban maradjon meg. Ez egy hosszú-hosszú népi tapasztalat. Vigyázni kell a méregtelenítő szerveinkre. Nagyon lényeges, hogy a májunkat és a vesénket tökéletesen működtessük gyógyteákkal. Van rá mód, csodálatos gyógyteák vannak, egy párat elmondok a májról. Nem kell csak egy csésze minden héten. Egy csésze a májra. Megelőzésképpen tökéletesen elég. A gyermekláncű, a pipa, mindenki ismeri. Kiváló máj működés segítő. A mezei katán. Gondolkozzanak csak el rajta, itt vannak idősebbek is. Amikor cikória kávét ittunk, nem babkávét, akkor nem voltak ilyen problémáink, hogy ja Istenem, nincs székletem, ja Istenem, fel vagyok puffadva, ja Istenem, nem tudom, én nem bírok lenyelni semmit, mert a cikória a mezei katán, az a cikória. Az a cikória kávé, az rendben tartotta az emésztő rendszerünket. A májunkat is, a májunk termeli a koleszterinünket, a koleszterinünk kell az emésztésünket, és így tovább a beleinket is rendben tartja. Heti egy csésze, ebből is elég. Egy érdekes dolgot mondok el önöknek. Egy idős néni hívott fel, hogy neki nincs széklete, egy héten egyszer. Csak azt is nagy keservesen is, lehetőleg szennátok, anyalevelet, meg esetleg kutyabenkekéket kell neki enni, inni belőle teát. És akkor mondtam neki, hogy tessék minden nap egy csésze katán teát meginni reggeli órákon. Két hét múlva felhívott a néni, és mondta, hogy Gyuri bácsi kétszer volt székleten. Mondom, tessék türelemmel lenni, tessék inni tovább. Aztán vagy három hónap múlva hívott megint a néni nagyon boldogan, minden másnap van székleten. Azóta is is szakatán tél. Tehát vannak csodák a gyógynövényekben, természetes csodák. De van még más is, ami nagyon-nagyon jó, aranyveszőfűnek hívják. Van neki egy magyar változata, ami európai, ezt erdei aranyveszőnek hívják, de a Kanadából származó kettő az aranyveszőfű. Ezekben több a hatóanyag, máj, epe, vese és hólyag működés segíti. Egy héten egyszer, nem kell gyakrabban. Egy héten egyszer egy csészével meginni, lehetőleg reggeli órákban, nem feltétlenül fontos éjgyomorra, akkor gyorsabban szívódik fel, azért ajánljuk éjgyomorra, de ugyanúgy szívódik fel, ha később iszunk meg is, csak lassabban. És van még egy olyan, a kis ezerjófű, amelyik nagyon keserű, keserű anyagot kell enni. De azt önmagában nagyon nehéz meginni, de nagyon-nagyon jó, nem véletlenül ezerjófű a neve neki. És még egyet mondok a nőknek, csak a nőknek jó, a férfiaknak nem ajánlom, a közönséges cickafarm. Ezt is megelőzésre a májunknak és az epénknek a működésére lehet használni, és kiválóan működik, és mellette még van neki egy olyan is, hogy növényi ösztrogén. Az a nőknek a második védekező rendszere. Nem hormon. Mert az ösztrogén hormon attól merrákot kap 15% a nőknek, és mindenki elhízik. A növényi ösztrogéntől nem hízik el senki, és senki nem kap merrákot. Viszont csodálatosan védi a szervezetét. Hát ennyit a májunkról. Ha már baj van, tehát rossz a májfunkció, akkor már kúraszerűen kell használni,
akkor 4-6 hétig, 10 hétig ezeket mindegyiket lehet naponta egy csészével meginni, addig kell, míg a májfunkció tökéletesen nem lesz. El kell venni orvoshoz, meg kell csináltatni a májfunkciót. És akkor utána vissza kell térni a heti egyre megtartó szintnek, és akkor soha nem lesz baj a májunkkal. A következő ilyen probléma, hogy a veségnek a működése is elégtelen, sőt a veségnél van olyan gond, hogy a veség működését megterheli, mert a verejték mirigyeket nem használjuk. Nem izzadunk. Mostanában már nem izzadunk, van dezodor, amivel az izzadságunkat el lehet folytani. Aztán csodálkoznak a nők, elsősorban nőknél van, de férfiaknál is van, nem olyan gyakran, hogy a hón alatt lévő izzadságmirigy is begyullad, rákos lesz a mell mirigyel, tej termelő mirigyel együtt. Nem használja, nincs kihasználva. Pedig lehet kapni olyan izzadság szaptalanítót, amelyik nem gátolja meg az izzadást. A verejték mirigy a harmadik méregtelenítő szervünk. Ezt nem használjuk. Nem kapálunk, nem kaszálunk, ma már, és nem is szaladunk, nem is futunk, hanem csak otthon ülünk a tévé előtt, és nézzük azt a csodát, amit nekünk úgy mondanak, hogy csoda, közben úgy etetnek bennünket vele, hogy az borzalom. Fagymosást csinálnak. És emellett fogunk kapni még mellette egy sugár is, egy sugárfertőzést is. Tehát segíteni kell a veségnek, mert ő ugyan megpróbálja egy picit átvenni a verejtékmirigyeink munkáját, de tökéletesen nem tudja, mert nyilván nem az a szerepe, nem arra teremtette a Jóisten. Sok olyan tea van, ami a veseműködés segítés megelőzésre, ebből is elég egy csésze egy héten, kúraszerűen majd elmondom a végén. Hát a legegyszerűbb, amit lehet használni, a bodzának a virágja. A bodza virág köhögés csillapít, lázcsillapít, izzaszt, és egy kicsi vizet is hajt. Megelőzése elég, heti egy csésze. A következő a nyírfa levél. A nyírfa levél, ennek a teája szintén nagyon jó veseműködés segítő, és ő neki van egy olyan tulajdonsága is, hogy még a követ is morzsolja, tehát hogyha valaki kőképződésre gyakori a vesekőképződést, akkor érdemes megelőzni, és heti egy csészével még a homokot sem fogja megtermelni a veséje. Majd kúraszerűen ezt is elmondom, hogy kell. A következő, amit használunk erre a célra, az előbb említett aranyveszőfű. Az aranyveszőfű azért jó, mert vese, máj, ebbe és hólyag. Tehát a vesénket és a májunkat is működteti, heti egy csészével lehet használni egy csésze teát. Van egy olyan növény, amit úgy hívnak, hogy tejótó galaj. A tejótó galaj nagyon-nagyon jó a vese működésre, megelőzésként kiváló, de nem csak a vesénket fogja működtetni, hanem a vese működésén túl a nyírógrendszerünket is működteti. Borzasztó nagy baj van a mirigyeinkkel. Borzasztó nagy baj van, nem működnek tökéletesen, agyonban szennyezve adalékanyaggal az egész szervezetünk, és ezt a mirigy rendszernek kellene, meg a vesének, meg a májnak kitakarítani belőlünk, de ha nem működik a mirigy rendszerünk, akkor nem takarítja ki az a rész, az ott marad. És aztán csodálkozunk, hogy probléma van belőle. Kiváló tejótó galaj. Képzeljék el, hogy a galajfélékből már rá kellene gyógyszert is csinálnak. Külföldön. Nálunk még nem. Meg hát a galajfélék például a pajzsmirigyre is kiválóan működik. Nagyon sok embernek van pajzsmirigy problémája. Azt is meg lehet előzni ezzel a módszerrel, heti egy csésze, tejótó galaj, tejótó. Van két olyan növény, amit mindenki ismer, és csak azt nem tudják, hogy ő náluk azért egy kicsi gond is van, mert nem szabad korlátlan idejét használni. Ez a nagy csalán, a csípős csalán és a mezei zsúrgó. Mind a kettőben sok a kovasav. Ez a lényeg benne. A kovasavat a vese nehezen üríti ki, tehát mondjuk megiszok egy csésze teát, az csak 48 óra múlva ürül ki a kovasav vesénből. Ezért nem szabad csak 8 vagy 10 hétig inni kúraszerűen.
de megelőzésként kiválóan lehet inni, akár 100 évig is. Reggeli órákban nem vizet is fog hajtani. Ha már probléma van a vesénkkel, akkor kúraszerűen kell alkalmazni ezeket a növényeket. Mindegyiket lehet kúraszerűen alkalmazni, még a csalánt is és a zsúlót is. A több előzőeket azoknak nincs határideje, addig lehet használni, ameddig kell, tehát akár egy fél évig is, de addig nem fog kelleni egyébként, de a csalán és a zsúlónál 10-12 év után ugyanannyi szünetet kell tartani, hogy a veséből kidolgozza a vese magából a kovasavat, és akkor nem lesz semmilyen probléma. És akkor még a, ha már problémánk van, akkor mondom, hogy a mezei zsúlónál, ha a vesén van egy ciszta, vagy a mellékvesén van ciszta, akkor a mezei zsúlóval a cisztát is föl lehet szivatni, és pedig úgy, hogy reggel egy csésze teát csinálok belőle, egy csésze tejának a vizét, a teát megiszom reggeli órákban, a zsúlófüvet beteszem a hűtőbe, este előveszem, és mondjuk a jobb vesében van ciszta, akkor felmelegítem egy kicsit a kezemben, mert olyan hidegen ne tegyék rá, mert begyullad a veséjük. Oda teszem a vesémre, a bőrömre a zsúlófüvet, amiből a reggeli tea készült, rá egy polpakot és egy száraz ruhával körbekötöm magamat is. 2-3 hét, 4 hét, 6 hét alatt a ciszta felszívódik. Nem kell megoperálni, nem lesz el semmi baj. Ha mind a két vesém van, akkor 4 hétig az egyikre, 4 hétig a másikra kell tenni a zsúlófüvet, és 8 hétig, akár 10 hétig is lehet a mezei zsúlót is használni. Annak idején, az én gyerekkoromban, a különösen téli időszakban, meg amikor meg voltunk fázva, vagy influenzások voltunk, vagy esetleg volt valakinek tüdőgyulladása, vagy mellhátagyulladása, akkor forró lábfürdőt használtam. Most miért nem csináljuk a forró lábfürdőt? Kiválóan működik, kiválóan ki lehet izzadni bizonyos dolgokat. Nem csináljuk a keresztkötést, annak idején azt is csináltuk. Nem csináljuk az inhalálást, azt is csináltuk annak idején. Sok mindent csináltunk, amit most lehet, miért nem? Mikor azok gyógyítanak, mert egyszerűbbek kapni. Azt szoktam mondani, hogy sajnos az emberek önmagukkal szemben mostohán bánnak. Sajnálják saját maguktól azt az 5 percet, még egy teát el kell készíteni. Pedig nagyon megéri, nézzenek rám. Tökéletesen működik. 84. éves vagyok. Tavaly 60 előadásom volt az egész országban, meg Erdélyben 4. Nagyon sokat járok a televízióba, újságba, tévébe, rádióba szerepelek, mert nagyon nagy szükség van rá, de én alkalmazom is, teszek érte. Én nem sajnálom azt az 5 percet, még reggel elkészítem a teáimat. Én nekem legalább 3, de inkább 4 teám van minden reggel, amit arra teljesen egészséges vagy. Nem járok orvoshoz, csak jogosítványt hosszabbítani. És én is meg tudtam gyógyítani a saját rákomat, itt volt. 2002-ben állapította meg a szemok, a bőrgyógyász doktornő, nem volt szövettan, hál' Istennek nem engedtem meg, és azt mondta, hogy az beutalót írja nekem, hogy menjek, mert le kell vetennem, mert 6 hónap múlva meghalom. 2002. februárjától már igencsak eltett a 6 hónap, már ez itt nincs itt, igaz, hogy 2,5 évig tartott, de elmúlt magától, illetve én tőlem. Felerősítettem a szervezetemet annyira, hogy az én szervezetem meg tudott birkózni a rákos sejttel, és le tudta győzni a rákos sejtnek a támadását a bőrömön. Na tehát ennyit itt erről, és akkor most szeretnék egy pár dolgot a komolyabb betegségekről mondani. Hát először is a szív- és érrendszeri betegségek. Ezek azok, amik Magyarországon, de a világon is az első számú betegségek. A magas vérnyomás és a szívbetegségeknek minden esetben az okát kell megkeresni. A keleti gyógyítás az mindig megkeresi a bajt, amit lesz egy tünet, mondjuk egy vérnyomás emelkedés. A 80%-ban vese eredetű.
a magas vérnyomásnak a kialakulása, tehát a vese valamilyen oknál fogva a vesében lévő ereg, kiserek, hajszálerek, kapillárisok nem el vannak tömődve, tehát a szívnek, a vér erősen kell nyomni, hogy oda is eljusson minden sejthez az a vérben lévő élelmiszer, meg az oxigén a sejteket táplálni. Megemelkedik a vérnyomásom, mondjuk lesz 160/90. A vesémet dolgoztatom azokkal, amiket mondtam, kitisztítom a vesémet, minden nap megiszok mondjuk egy csésze zsúró teát 8-12 hétig, de használni kell, a vérnyomásom csökkentését is segíteni kell. Erre is kiváló gyógynövény, úgy hívják, hogy galagonya virágos hajtásvég. Azért mondom ezt, hogy virágos hajtásvég, mert a virágzáskor az új hajtást és a levelet és a virágot együtt szedjük le, és megszárítjuk, és úgy csinálunk belőle teát. Természetesen összevágjuk, régen csak csokorba kötöttük, és a padláson szárítottuk. 160/90-es vérnyomásnál ebből a galagonyából minden nap meg kell inni egy csészével, egészen addig, amíg a vérnyomás lemegy a 120/80-ra. Akkor el lehet kezdeni csökkenteni a vérnyomás csökkentő teát, mert akkor a veseműködésünk is beállt normálisra. Nagyon kevesen tudják az emberek, hogy ha hatnál többször kell naponta napközben pisilni, akkor el kell menni megnézni a vese funkciót. Ha már 8-szor vagy 10-szer. A férfiaknál ez éjszakára is vonatkozik, ha 2-nél többször kell éjszaka fölkelni, akkor pisilni, akkor meg kell nézetni a prostatájukat, és meg kell nézetni a veséjüket, hogy hogyan működik. És akkor segíteni kell nekük. A másik ilyen ok, ami miatt a vérnyomásunk megemelkedhet, és ugye nyilván emelkedett vérnyomásnál a szívizom is problémás, mert erőlködni kell neki, erősebben kell nyomni, esetleg a szívritmussal is probléma van. Ezeket egyébként mind tudja a galagonya, mert vérnyomás csökkent, szívritmus szabályos, szívideget nyomtat, érelmeszesedés ellen jó, és a szív és az erekizmai rugalmasabban. Öreg szívek gyámolítójának is hívta a nép régen a galagonyát. Lekvárt is csinálnak nálunk, mert ők szemkeresztem belőle. Tehát térjük vissza erre, hogy a másik oka pedig az lehet, hogy a koleszterin termelésünk nem jó, túl magas a koleszterin. Még nincs kereszt a laborleleten, mert mondjuk csak 5-1 a jó koleszterin, 5-2-ig nem tesznek keresztet. De ha nulla is lehet, akkor az 5-1 már nagyon sok. És akkor annak az az eredménye, hogy a koleszterin lerakódik az érfalon belül, megvastagodik, beletelepszik a méz, ezzel az érfal elmelevedik, és a vérútja leszűkül. Nem ilyen lesz, ilyen. Belülről körbe van véve koleszterinnel, abba pedig megtelepedett a méz. Úgy hívják, hogy tyúkhúrn. A tyúkhúrnak a teájával korlátlan ideig iható. Nekem a legérdekesebb dolog, egy bükábrányi ember, aki a szénbányában dolgozik, jött egy november közepe táján, elején inkább, hogy 20 a jó koleszterinje és 6 a trigliceridje, adjak neki valamit, mert ő nem hajlandó gyógyszerbe szedni. És akkor én a tyúkhúrt ajánlottam neki, napi 2 csészével igyom meg belőle egy hónapig, a második hónapban, mert 2 hónap múlva kellett neki visszamenni a kontrollra, a második hónapban pedig csak egyet naponta, egy csésze teát. Amikor visszament kontrollra, akkor 6 lett a jó koleszterinje, 6-20-ról, és 2 a triglicerid 6-ról. Ennyit tud a tyúkhúr. Amikor a probléma rendbe jön, akkor a tyúkhúron is vissza lehet állni heti egy csészére. Mert nem csak annak van sok koleszterinje, aki sok zsírosat eszik, hanem akinek olyan az öröklött tulajdonsága is. Egyáltalán nem eszik zsíros ételt, és mégis magas a koleszterin termelés. Tehát ezt is meg lehet szüntetni így, természetesen itt is a vérnyomás felemelkedik, magas lesz, és akkor használni kell a vérnyomásnál is a vérnyomás csökkentő teát,
amit úgy hívnak, hogy fehér fagyöngy. A fehér fagyöngy vérnyomás szabályozó, nem mindegy, hogy milyen fáról van szedve, a puha fáról általában, akászfáról egyáltalán nem szabad. Mert az akászfának a nedvét ő felhasználja, és az akászfa nedve az mérgező. Csak kemény fáról is lehet, csak az nem olyan jó. Az almafa, minden puha fa, nyárfa, minden puha fa. Kőr is már nem annyira, de azon is van él, de a legjobb a galagonyán, a galagonyabokról lévő fehér fagyöngy, annak a tejáját lehet használni. Mit tud? Vérnyomás szabályozó a galagony, ezt hideg vízbe kell áztatni, 12 órán keresztül a víznek nem szabad meszesnek lenni, mert a meszet akkor a vízből fogja kioldani, nem az ereinkből. Hideg vízben 12 óráig áztatni, napi egy csészével meginni belőle, és amellett, hogy rendbe fogja tartani, a vérnyomásokat le fogja vinni, a normál értékre ott fogja tartani. Cukorbetegség megelőzésére is jó lesz, mert van benne egy inulin nevű óriás molekulájú szénhidrát, akkor nagyon jó lesz arra, hogy az egész mirigy rendszerünket karba tartsa. És azon kívül, képzeljék el, külföldön már injekciót csinálnak belőle, és azzal gyógyítják a rákot. Injekciót, én nekem egy magyar származású kertészmérnöknek mondta egy pár évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt mellrákja volt, megoperálták, kivették. Azóta minden hónapban ad magának, 30 éve ad magának egy injekciót ebből a fehér fagyönyből, amit ott kint külföldön csinálnak, és él és dolgozik. 2 éve volt nálam, most már 60 valamennyi éves, de még mindig dolgozik. Egy másik esetet is tudok, sőt most már többet is tudok, ahol méhnyakrákra nem operálják meg a méhnyakrákot, hanem sugárral kezelik meg, fagyöngy injekcióval gyógyulnak, és meg fog gyógyulni. Na hát ennyit a második esetről, tehát akkor, amikor a mirigy, a nyirokrendszerünkkel, a koleszterin termelésekkel volt baj, és akkor a következő pedig az idegrendszerünk. Az idegrendszerünk miatt is megemelkedhet a vérnyomások, és a szívünk akkor túl van terhelve, a szívműködésünk fel fog gyorsulni, erőlködni kell a szívizomnak, hogy jól dolgozzon, mindenhol ellássa a sejteket vérrel, meg oxigénnel, illetve táplálékban, meg oxigénnel. Erre nagyon sok gyógynövény van, de nem kell mindjárt az elején azzal kezdeni a legerősebbel, amit egyébként úgy hívnak, hogy Orbán-fű, hanem a gyengékkel kell kezdeni, a citromfűből például korlátlan mennyiséget lehet inni, de aki heti 2 csésze teát megiszik, az nem csak a idegeit fogja karbantartani, lazmák lesznek az idegszálai, hanem emellett még az emésztése is jó lesz. 2 vizsgálatról tudok, egyiket Mária Trebenéktől az Egészségisten Patikájában, másikat egy természetgyógyász újságban olvastam. Aki naponta 2 csésze citromfű teát megiszik, az 100 évig fog élni. Mert a Mária Treben által leírt esetben 54 éves volt a Lord, aki elkezdte inni napi 2 csészével, már semmit nem használ, és 104 volt, amikor meghalt. De van másik is, nem használjuk a levenduát, nyugtató teát. Kiváló a levendula virágát, molyűzésre használjuk csak. Pedig kiváló a teája, sőt, aki nem tud aludni, vegyen egy csomag a levendula virágot, kösse be egy zacskóba, tegye a feje mellé, nem kell azon aludni, tegye a feje mellé, úgy fog aludni, mint a lőtt kutya, ahogy régen most. Olyan mélyen fog aludni, hogy úgy kell felfülteni. Próbálják meg, és egy évig ott van benne a levendula illata, és egy évig működik és használ, és rendbe tartja az idegeiket. Komlóvirág, kiváló, nyugtató. Teát kell csinálni belőle, és akkor van a macskagyökér, ami már nem olyan kiváló,
de talán ez az egyik leghatékonyabb, a valériánát abból csinálják, a macska gyökérből, olyan, mint a macska pisi a teája. Aki meg tudja inni, így a meg. És van az Orbán szű a végén, az Orbán szű pedig ő nagyon jó, klinikailag igazoltan depresszió ellenes hatása van, és gyomorideget gyógyít, klinikailag igazoltan szintén, tehát akinek refluxa van, annak az alapban a gyomorideg Orbán szűvet kell rá használni, de ennél a növénynél vannak olyan, illetve benne lévő hatóanyagoknál vannak olyan kitételek, hogy nem mindenki használhatja. Nem használhatja az, akinek epekőve van, mert elindíthatja az epekővet, és akkor az biztosan megakad, és biztosan operálni kell. Nem használhatja az, aki szinkumád nevű vérhigítót szed, mert ez is egy gyenge vérhigító. A kettő együtt azt eredményezheti, a két vérhigító, a szinkumád meg a Orbán szű teája, hogy éjszaka elvérzik álmában, mert annyira híg lesz a véle, hogy átjön az érfalon, és meghal reggelre. Tehát szinkumáról nem lehet Orbán szűvet használni, és a Orbán szűvetnek a teáját a szívgyógyszerrel együtt bevenni nem szabad, belassítja a szívgyógyszer felszívódását, tehát először a szívgyógyszer, és utána két óra múlva az Orbán szű, úgy lehet használni. Kiváló cukorbetegség ellen, kiváló a idegeinknek a rendbetartására, képzeljék el, hogy az Európai Unióban következő 10 év múlva nem a szív- és érrendszeri betegség lesz az első számú halálok, hanem a depresszió. Az lesz az első számú betegség, magyar hírküldőszerben olvastam valamit. Ennyit a szív- és érrendszeri betegségről, és akkor most beszéljünk egy kicsikét a rákról, mert a rák gyógyítható, meg gyógyította is a nép, meg tudta is a nép annak idején is, hogy mit kell rá használni. Én a saját rákomat elmondom, mivel gyógyítottam meg. Volt tinktúrám készen, amelyik diólevélből, fehérfagyönyből és közönséges galajból állt, ebből a három növényből. Ez egy év alatt készül el. Mert mindig frissből kell csinálni, a száraz növényből soha nem lehet olyan hatóanyagot kivonni, mint a frissből, mert amikor elkészül, tehát leszűröm, hogy róla az alkoholt, amiben oldom, akkor ki is préselem a növényből a saját nedvét. És az is benne van. A száraz növénynek már nincs saját nedve. Tehát ezért csak friss növényből lehet használni. Úgy működik, hogy két hétig egyáltalán miért jó az alkoholban oldott gyógynövény. A gyógynövények háromféle módon oldódnak ki a növényekből a hatóanyagok. Vízben, alkoholban és zsírban. Na most a 40 fokos pálinkában, én vodkát használok, a 40 fokos pálinkában 40% alkohol van és 60% víz. Ezért bizonyított orvosilag, klinikailag, hogy alkoholban oldott növényeknek a hatóanyag tartalma 15-20%-kal több a tinktúráké, mint a teáké. Mert az alkoholban lévők is kioldódnak. Nem jó a házi pálinka, 50 fokos házi pálinka, mert az már akkor sok. Akkor azt le kell hígítani 40 fokra, és akkor úgy kell oldani. Mondok egy pár érdekes esetet, ami saját tapasztalat. Hát a sajátom, mondom, 2,5 évig tartott. 2 évig semmi nem történt. 3-szor egy munkáskanálnyit ittam meg belőle reggel, délben és este, és 3-szor bekentem így az újabb megyi helyével ezt a melanoma nevű bőrágot, ami nem volt születlenül, de nagy valószínűséggel azt mondta a bőrgyőnök doktornő, hogy a melanoma, mert fekete volt. A többiek azok nem feketék, azok inkább ilyen barnásak. 2 év után elkezdett barnulni, aztán bevalósodott és leesett magától. 3 évvel ezelőtt elmentem agyi CT-re, meg megnézettem a véremben, van-e rákos, egy negatív. Most kezd a másik halálátékokon lenni egy másik,
amit most kezdtem el kezelni, itt egy kis fekete penty van, az fog megnőni nekem, de hát nem engedem, el fog onnan jönni. Sokat vagyok napon, ez a lényeg. Egy fiatal ember jött fel hozzánk egyik alkalommal, hogy az édesapjának nyelvrákja van, és a nyelvrákkal már olyan stádiumban van, hogy hármas stádiumban van, hogy otthon még elmozog, meg híggal még tud enni, de már nem megy ki. Ajánljak neki valamit, és akkor én a következőt ajánlottam, szedjen friss, közönséges galajt. Akkor virágzott, amikor ő jött, de ha nem virágzik, akkor is jó, de virágzáskor a legjobb. A friss, közönséges galajt mossa meg, réselje ki a levit gyümölcsréssel, csináljon két csésze teát diólevélből, egyikbe is egy evőkanálnyi galajlevet tegyen, meg a másikba is egy evőkanálnyi galajlevet tegyen, a keverje jól össze, az egyiket igya meg, a másikkal pedig gargalizáljon és köpje ki, egész nap elosztva. Következő évben jött a fiatal ember egy másik ilyen hónapi rendezvényre, gyógynövénygyűjtésre, kérdeztem, hogy van édesapa. Köszönjük szépen, akkor ment a kocsmába, amikor ő eljött otthonról. Jól volt az édesapa. Elmondta nyelvrákja. Nekünk. Egy idős orvos hívott fel tavaly ősszel, bemutatkozott, más ügyben hívott el, és a orvos keres már most engem. Gyuri bácsi, 85 éves orvos vagyok, 15 évvel ezelőtt szájrákom volt, nem mondta, hogy melyik részén a szájának. Szájrákom volt, én tudom, mivel jár a kezelés, nem engedtem, hanem minden nap tavasztól őszig, mert tavasszal állapították meg nála a szájrákot. Három darab körömvirágot ettem meg nyersen. Minden nap, egész őszig, ősszel nem tanulták nála rákot. Nem volt rákosság. Egy idős asszony, még a piacon árultam, és mondja a beszélgetés közben, mert elég sokat beszélgetni, mondta, hogy neki gyomorrákja volt, és a gyomorrákot saját maga petróleummal mulasztotta el. Én a nagymamától úgy tanultam, hogy kétféle módon lehet a petróleumot alkalmazni. A gyomorráknál egy evőkanálnyit kell étkezés után délben megenni. Ha máshol van a rák, elsősorban az agyba, akkor két tejáskanálnyit reggel étkezés után, vacsora után, és akkor ha agyba van, akkor ezt a két nyaki ütőeret is be kell petróleummal kenni. A nő mondta, hogy ő neki három hónap múlva székletében egy galantolyás nagyságú véres csomó volt, és utána nem tudták neki a rákot kimutatni. Tehát számtalan ilyen dolog van, a kertészmérnöknőt elmondtam az előbb, amivel bizonyíthatóan meg lehet a rákot gyógyítani, sőt, állítólag nem mondom meg, hogy ki mondta, megvan a gyógyszer is, csak nem engedik használni a rákkeverőt, mert az nem üzlet. A kemoterápián 10-12 csinálnak egy embernek, egy rákos betegnek. A legutolsó már 1 millió forint és 200 ezer forintot kap. 1 millió 200 ezer kap értem volna. Tehát nyilvánvaló, hogy az az érdek, hogy a gyógyszeriparnak is, meg a kórháznak is, hogy mennél több pénzt tudjon összeszedni ebből levedően. Rugosítani kell. Ez a lényeg. Tessenek, el vagyunk savasodva a savas közeg. Annak idején a lucernát használtuk teakét. Nagyon jó rugosít. Lucerna kapszulát lehet kapni gyógynövénybontba, vagy patikába. Tessenek használni. De itt lent van nálunk egy bükszentkereszti ember az országban, de talán a világon egyedül csinál a lucernaekvált. Tessenek megvenni. Lucerna lekvár, ez a neve. De a világ, vagy az egész? Hát az egész növényből kezd, egész növényből. Nem tudom, hogy csinálja, a virágja is, virágjadó is lehet, a vír mindig a virág. A növények csodálatosak, mindig oda viszik a legtöbb energiát, ahova éppen akkor neki kell, mikor virágzás, akkor virágzás. Amikor a termés kell növelni, akkor a termésben. Amikor ki kell hajtani, akkor a rügyben.
és amikor télen telelni kell, akkor a gyökeret töltik fel, hogy át tudja vészelni a telet. Mondok egy érdekes dolgot. A gyermekvászű gyökerében be van bizonyítva, sok az inulin. Ez egy óriás molekulai szénhidrát, a cukorbetegeknek nagyon-nagyon jó lehet használni. Tavasszal van benne 2%, ősszel meg 40. Felérte. Ősztől tavaszig a 38% inulin, ő abból él, abból táplálkozott. Na tehát ennyit a rákról, gyógyítható a rák, nem szabad kétségbe esni, jogosítani kell magunkat, megelőzni. Ez a leglényeg, mindent meg kell előzni. Jaj, nincs nekem arra időm, mondják. Még a nyugdíjasok is azt mondják, jaj, nincs nekem arra időm. Ugyan mi dolga van? A tévénézésen kívül, meg a saját ellátásán kívül egy nyugdíjas embernek. Mondjuk én nekem nem, én nem vagyok mérvadó. Én rengeteget tartok előadást, meg tanácsadást, meg sok helyre megyek, hívnak. De az, akinek nincs ilyen problémája, annak miért ne lenne ideje önmagára? És akkor higgyék el nekem, hogy még 83 éves koromban is jó élni. Nekem nem fáj semmi. Soha nem fáj semmi. Nagyon jó az étvágyam. Szeretem az embereket. Mindenkinek ingyen adok tanácsot. Minden előadást ingyen csinálok. Mert az a dolgom, én úgy fogtam fel, amikor nagymama utolsó évben, 42-ben tanított engem, ugye már akkor 14 éves voltam, hogy az a tudás, amit ő kapott az őseitől, az nem csak az övé, nem csak az ő nagyanyja, hanem a önök nagyanyja, meg a másik embernek a nagyanyja, az ősök gyűjtötték össze, mint ahogy úgy épül fel ma is, én nekem is van ilyen tapasztalatom, úgy épül fel a népi gyógyítási tudás, hogy kap egy anyagot valaki az őseitől, konkrétan a nagyanyjától, az is érdekes, akkor sok gyerek volt. Az édesanyját nem értek rá foglalkozni, az én anyám is ugyanúgy ismerte a gyógynövényeket, meg mindent, mint ahogy a nagyanyám. Csak hatan voltunk testvérek. Meg ott volt neki a férje, meg ott volt nagymama, meg ott volt a nagymamának a kisebbik fia, a Jani bátya. Nem volt ideje, de nagymamának már nem volt más dolga, csak az, hogy önmagát ellássa, meg hogy engem tanítson, meg ha jött hozzá valaki. Én nekem is így épült fel, hogy kaptam egy tudást a nagymamától, és akkor saját tapasztalat, amit elmondtak nekem az emberek. Egy-két dolgot elve. Például elmondtam ugye az orvost, hogy a rákot gyógyítja. Nagymama nem tudta, hogy a rákot gyógyítja a körömi rák. A nagymama azt se tudta, hogy azt tudjuk, hogy a szemünket a diólevél tejával nagyon jól lehet táplálni, segíteni, kitisztítani a szemfeneket. A szemfe még szürkezelő szürkehájtot is el lehet mulasztani, csak ennyit kell csinálni. Belemártani az ujjukat, nem vantával, nem gézzel a diólevélbe, naponta négyszer, ötször megtörölni. Egy idős néni hívott fel egy alkalommal, hogy ő neki nagyon romlik a látása, segítsen már neki, ajánlotta neki a diólevelet, ki fogja a szemfenéket tisztítani, jó lesz a vérellátása, javulni fog a látása. Aztán majd 3 hónap múlva hív fel a néni, hogy Gyuri bácsi, megszűnt a kettős látása. Sehol nincs leírva, nem tudtam. Ez egy népi tapasztalat, elmúlt a kettős látása a diólevéltől. Másik ilyen alkalommal, szintén szemről van szó, szintén egy idős hölgy mondja, hogy őnek is, amikor a látása jön neki, mert állandóan segíteni kell valamivel a személynek, mert nem lehet tökéletesen. Valamit adjak már neki, amit ő jobban fog látni. Hát a diólevelet ajánlottam neki, használja, hogy nyugodtan lehet valamit is használni. És a végén kisült, hogy a ciszta, ami a szemfenéken volt, elmúlt a cisztája. Ne sincs leírva semmi. Most már mindenit elmúlt. Ennyi. Így szépen megtörüli a
szemét naponta négyszer-ötször egy kicsike diólevéddel. Hát úgy gondoltam, hogy ennyit mondok el most önöknek, forduljanak vissza ismét a természethez, a gyógynövényekhez, higgyék el, nekem érdemes, egészségesek van, meg tudnak gyógyulni, még olyan betegségekben is, amit nem is gondolnám. Például mondjuk valakinek a test nem tudja csökkenteni a testsugárát, pedig nem eszünk sokat. Meg kell nézni a pajzsmirigyét, hogy működik a pajzsmirigye. A pajzsmirigye alul működik, akkor elhízik. Kövér lesz, nem fog jól működni az emésztőrendszer. Hát pedig ott van a veszélyi határ, a pajzsmirigye a közönséget dolgozik. És ez sincs leírva sehol, a minden mirigyünket, értek, hát nem minden mirigyünket, de nagyon sok mirigyen, az agyalapi mirigyben termelt hormon szabályozza a működését. A vasmirigyünket is például az agyalapi mirigyünkben termeli azt a hormon, amelyik a vasmirigyünket szabályozza a működését. Most ha adnak egy gyógyszert, akkor egyszer magas lesz a túlműködik, egyszer alul működik majd a gyógyszer hatására a vasmirigye, mert nem jó szabályozza itt az agyalapi mirigye, az a hormon nem termeli meg rendesen, ami a pajzsmirigy működik szabályozza. Tehát kell szurokfűteát inni, az az agyalapi mirigynek a működését fogja segíteni, és kell mezei patánkot inni, amelyik nem fogja engedni, hogy minden, amit megettek, felszívódjon a vérrendszerükbe. Fogyasztott teának is hívjuk, széklet csináló teának is hívjuk a mezei patánkot, a teát, a macikóriát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam, és akkor, ha van kérdésünk, kérdezünk. Úgyhogy más is hallja, meg hangosan, mert nem hallja. Én a májcisztával kapcsolatban szeretnék kérdezni, olvasom Gyuri bácsánkat. A májcisztára a diólevél teája jó, nem csak a májcisztát lehet a diólevél teával elolvasztani, hanem a hepatitis C vírust is, pedig azt mondják, hogy nem lehet. A májcisztát úgy kell, hogy 8 vagy 10 hétig kell napi egy csésze teát csinálni a diólevélből, reggeli órákból megenni. A diólevelet éjszakában átenni a májára, a húszkötélybe, és akkor a májcisztát felszívódik. Ugyanezt mondtam a Zsolónál a mesélnél. De a diólevéllel polipot ellen meg lehet ölni a szervezetünkben a polipot, a cisztát mindenütt föl lehet. És a nőknél, akiknél olyan probléma van, akkor a ciszta, mióma, endometriózis. Mind a hármat el lehet olasztani gyógynövényekkel. És ha már itt tartok, akkor elmondom, hogy van nekünk egy olyan csodálatos készítményünk, amit az ősöktől kaptam. Örök is én magam egy kicsikét tovább fejlesztettem, amit úgy mondunk, hogy babaváló program. Nagyon-nagyon sok baba születik már azoknál a nőknél, akiknél azt mondják, hogy mentő. Nagyon-nagyon sok baba, körülbelül 20-30%-a a meddő nőknek nem meddő. És én nem vagyok biztos benne, hogy a további százaléknál is nem, mert az a gond, hogy nem alkalmazzák megfelelően azt a rendszert, ami tulajdonképpen csak abból áll, hogy ki kell magunkat belülről tisztítani. Ezt a bábák annak idején nagyon jól tudták. Sőt, én a kátárrendszerben egy öreg nőgyászkorvostól hallottam, hogy azzal kell kezdeni a gyerekvállalás, hogy ki kell belülről magunkat tisztítani fizikailag, és lelkileg föl kell készülni adott embernek a fogadására és a felnevelésére. Segíteni kell az agyalapi mirigynek itt is, mert az agyalapi mirigy ugye az, amelyik azt a hormon termeli, ami a nőknél a peteérés segíti, a férfiaknál a ereműködés segíti, és azon kívül a férfiaknak is van egy kicsike ösztrogén hormonjuk, meg a nőknek is van egy kicsike androgén hormonjuk, és hogyha ez nem egyenlő, akkor azt is ki kell egyenlíteni, tehát normálisan lehet tenni bizonyos teakeverékkel. És még egy másik van, hogy ki kell tisztítani az ivarsejtő az útját. Ne legyen túl savas,
egyébként borzasztó dolgok vannak. Képzeljék el, én láttam egy olyan ivarsejt fényképet, egyik férfinek az ivarsejt fényképet, de kettőnek volt feje. A sok száz ivarsejt közül kettő darabnak volt feje. Tudatosan csinálják azt, hogy teszik tönkre az emberiséget, nehogy elkezdjenek szokni. Na, de nagyon jó az a hiszen. Befejezzük nem sokára, mert 4 óra, nekem megy a buszom. Ha 3, de megy, vasárnap megy. Hadra visznek. Ja, de mész föl. Köszönöm szépen. Ha azt már a 3 allergiára jó, az úti fő. Kutya, macska, szőr, mindenféle pollen, és a korabka. Egy évig kell inni egy csészével belőle minden nap, 3-4 hónap után a tünetek elmúlnak. Ha ez aszma eredetű, pollen aszma eredetű, az a pollen, akkor tessék az úti füteát inni, és akkor is inni. Úti fütea. Úti fütea. Mindenki úti fütea. A lányzás úti fütea. A lányzás úti fütea a legjobb, ahol a legtöbb hatóanyag, de nem sokkal kevesebb a nagy úti fütea sem. Tessék kérdezni, van-e még valakinek kérdése? A pofadás a mezei határ, de a pofadás az mindig májban is ebbe eredetű, tehát tessék a katárteát lehet használni korlátlan ideig minden nap egy csészével, de nem kell csak egy 3 hetes óra, és utána heti egyen szinten tartani, és akkor az rendben. Van-e még valakinek kérdése? Ilyen bőr problémákkal? Bőr? Tehát ilyen akár bőr problémákkal nagyon-nagyon nehéz, meg kell az okát találni, minden bőr probléma belső eredetű. Tehát belülről van valami baj, és azon legtöbb esetben a mérényrendszer nem tökéletesen dolgozik, és ezért például a fiatal gyerekeknél a galany tejával a pattanásokat el lehet választani, mert a mirigyeik még nem tökéletesen dolgoznak, és valahol annak a méreganyagok, amit megeszünk, ki kell jönni. De hát belülről kell egy tisztítást csinálni a bőr problémánál, és külsőleg, hát az orván szűnek a tinktúrára, talán az a leghatékonyabb, mert az orván vírust is, ami lábszáron mondjuk valakinek hívja egy orván szűn, és akkor csak csúnya betegség, el lehet mulasztani ezzel az orván szűn tinktúrára. Neked nem 100%, de neked. Annyit megkérdezek már Gyuri bácsi, hogy a cisztára mit tetszett mondani, a jó levélteje, az 8-10 hétig is utána szünet, vagy... Utána elmúlik a ciszta, felszívódott, és akkor utána egy heti egyet kell, hogy ne lehet jöjjön elő. Lehet, de borogatni is kell. Igen. Azt hallottam, hogy lehet akkor folyamatosan. Van-e még valaki? Azt szeretném kérdezni, hogy új szület csecsemő megszületett, és nagyon-nagyon kiütéses volt először az arca, és utána egész testet, és folyamatosan orvosok járnak vele. Mindenféle először próbálták teáztatni, a szteroidos, nonszteroidos, ja, minden, 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 minden. Ja, Istenem, a szteroidot, a borzasztó, az tönkre fogja tenni az összes belső kapuk hiteába fürdesik minden nap. Ha a nagykámba fürdik, akkor 3 előkanáli kapukra kell kézbe kötni, és beletenni a kámba, arra engedni a forró videót. Olyan forrót, hogy a gyereket nem lehet beletenni, meg kell várni még kívül akkorára. Akkorára a Timol nevű ivóolaja kioldódott a kapufűből, abba kell fürdetni a gyereket, ott kell, és mikor kijön, akkor egy kicsit nem kell megtörölni, hanem hagyni kell, hogy a bőrön keresztül fönszívódjon. Én nekem konkrétan nem ilyen esetben, hanem család kiütés esetében van ilyen tapasztalatom. A szomszédunkban lévő fiatal asszonynak a gyerekének nem tudtak mit kezdeni a család kiütésével. Már az első fürdés után elkezdett halványodni a család kiütése, és utána teljesen elhúzódott. És az
aki meg akarja előzni kisbabával azt, hogy a gyereknek ne legyen semmi baja télen, akkor kapukfűfürdőt használjon, de nem baj az, ha a gyerek egy kicsit megfázik. 6 hónapos korától 8 éves, 10 éves koráig alakul ki neki a saját immunrendszere. Ha nem kap támadást a szervezete, akkor nem alakul ki az immunrendszere. Borzasztó, képzeljék el, a magyar televízióban láttam, és mutatták be, hogy nem tudom melyik csatornán, hogy annak idején a század elején az kuriházakban a karagfő volt az illatosító, az ambrózia. Az volt az illatosítója az úri népeknek, az úri szalonoknak. Ma pedig meghalott tőle. Nincs immunrendszerű. Kérdezni, mi a véleményünk ezekből a védőoltásokról? Hát a védőoltások gyakorlatilag ugyanaz, amit a nép annak idején tudott. Konkrétan mondjuk most beszéljük a karagfűről. Ugye, hogy annak idején, ha az én nagyanyám úgy magyarázta, hogy meg kell ismertetni a szervezeteddel azt a növényt. Akkor, amikor még nincs rajta virág, nincs virágból. Tehát mondjuk konkrétan a karlagfű májusban már megnőtt, körülbelül ekkora, akkor egy ilyen picike kis levelet bevenni és megenni. Egy hétig. Aztán egy kicsikét nagyobbat. Aztán egy kicsit nagyobbat. Ha nem tudja megenni, akkor be kell tenni hideg vízbe, 2-3 óráig a hideg vízbe házon, és akkor vizet kell tenni. Aztán nagyobbat, de május végére, június végére inkább be kell fejezni. Akkor a szervezete már ismeri a karlagfűnek az összetételét, és amikor kijön a pollen, nem fog reagálni rá. És ugyanez a védőoltás, egy gyengített hatóanyag bevétel a szervezetbe. Én szerintem hát a fele tudja, hogy mindegyik védőoltás jó, én az influenza védőoltást például nem venném be, meg nem is vettem be soha. Pedig nekem már ingyen adnám. Nekem nem kell. És az immunrendszer mivel erősítjük? Hát az immunrendszert lehet, nagyon jól lehet erősíteni, az, hogy néha-néha megfázik, egy kicsikét prüszkölni fog. Azzal lehet erősíteni, de vannak növények is, a kapukfű például nagyon jó immunerősítő, meg az orbánszű is, akik tudják használni, de akit lehet inni. De ha az ember tudja konkrétan, hogy milyen növényre allergiás, akkor azt kell csinálni, hogy addig, amíg nincs virág rajta, addig megismertetni a szervezetét azon a növényre. Ha mindenre, akkor sajnos azt nem tudja csinálni. Nem tudom megenni, már legyen nem kellene akkor. És a palinti, bocsánat, a magfű, ez allergiára is jó, hogy így megenni esetleg, mert borzasztom a nap. A palinti allergiára, igen. Azt mondja, tényleg így megenni? Borzasztom. Most már nem csak tavasztó nyári, hanem tényleg is allergiás már a lánya. Borzasztom. De az nem palinti. Az nem karlagfű, csak mondom, hogy a szomszédban van, és olyan beteg, aki megteregett, nincs kész. A másik allergiára nem jó, csak a karlagfű allergiára. Csak arra. Hát ez a védőoltás, a gyengített anyag. A himlő gyengített bevitele a szervezetben, a himlő vírusnak, a baktériumnak, mint arra vírus. Akkor arra nincsen, hogy mindenféle arra. Ha tudja, hogy mire, hát meg kell egy tesztet csinálni. Ahogy mondtam. Mindenféle kutyamacska szőr, boratka és mindenféle virágból. Erre a háromra jó az úti fű, de csak erre a háromra. Tehát valamilyen vegyszerre allergiás, az illető valamilyen ételre allergiás, arra ez nem használ. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Jó egészséget, boldog karácsonyt kívánok mindnyájuknak! Sok szeretettel!